Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás augusztus hónapra. Egy általános kivetés. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, mint például ezt a havi jóslást. A díjam mindig minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Mielőtt elkezdeném elmagyarázni azt, hogy mit mutatnak a képek, szeretném elmondani azt, hogy minden hónapban, hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma, megvan az asztrológiai előrejelzés, mi várható a következő hónapban, bemutatok egy havi angyalt, azon kívül minden hónapban van egy kedvezményes jóslás, asztrológiával együtt 10000 forint helyett 6000 forintért. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, a lelki társad pedig ott van előtted. Feltesszük a kérdést, hogy van-e kapcsolat kettőtök között. Ha egy vonalban vagytok, akkor igen. Ha nem egy vonalban vagytok, akkor nincs kapcsolat. De itt látható, hogy jelenleg egy vonalban vagytok. Ez a horgony és a park, ami összefűz benneteket. A horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok horgonyozni. És itt a park jelenti a nyilvánosságot. Vagy összefuttok a nyilvánosságon, vagy megkapod az elismerést, és ő felvállal téged a nyilvánosságon. Ő az első sorban van. Az azt jelenti, hogy fölötte nincsenek kártyák, az jelenteni az ő gondolatait. De ezt nem mutatja ki, nem beszél nyíltan a tervekről. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a kártyák mutatják azt, hogy mi foglalkoztat téged. Itt megjelenik a lelki társad, előtte a hajó, jelentheti a reményt, vagy utazásokat. Ez lehet egy nyaralás is, egy közös nyaralásnak a tervezése. Vagy ez az utazás jelenthet egy lelki utat, egy lelki kapcsolatot is. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot kettőtök között, vagy azt, hogy ő visszatér hozzád. Itt lesznek változások, amire a gólya utal. Ami még megjelenik a gondolataidban, azok itt az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Lehet, hogy vannak nálad félelmek, hogy elveszíted őt. Amit az egerek még el tudnak távolítani, ez a levél, hogy vársz egy hírre, vagy vársz egy szerződésre, de még nem jön, hiányzik. Az egerek eltávolítják ezt a levelet. De ami mögötted látható, itt megvan a hamisság, hamis beszélgetések. Valaki szándékosan eltávolítja ezt a levelet, vagy ezt a szerződést. Ha vársz egy ilyen komoly szerződésre, vagy egy dokumentumra, akkor kérdezz rá, mert itt a hátad mögött
van ez a hamisság. Ami előtted látható, az a szív és a horgony. Itt biztos lehetsz abban, hogy kisüt a nap. Szerencséd lesz. A szerelmi élet területén szerencséd lesz a munkát illetően is. Sőt, a halak megjelennek itt egy vonalban veled és a mozgás. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat, tehát a pénz útban van hozzád. A halak jelenthetik a belső értékeket is, és itt látható a barátság, értékes barátságuk, akik közelednek hozzád, sőt, itt látható a szerencse, mindkét kártya ezt jelenti, és itt a lilium virág, hogy tisztázódik majd valami. Előtted a szív, mindaz, amit szeretsz, vagy a szerelem, itt van a magabiztonság, itt kinyílik egy ajtó, ami erőt ad számodra, itt ez a könyv jelentheti a tudást, vagy egy továbbképzést is, a gyermek pedig egy új irányt, egy új kezdetet. Sőt, itt vannak a közelben az utak és a kereszt. És ez azt jelenti, hogy elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez az új irány, ez az új kezdet, és ez lehet tanulás, továbbképzés, tudás, vagy egy spirituális terület, mindez szerencsét hoz számodra. Amit nem veszel észre, az itt van a hátad mögött, itt megjelenik a hamisság, a beszélgetés, a hír, ez lehet az is, hogy valaki hazudozik, és itt ez a kígyó jelent egy nőt, aki pletykálkodik a hátad mögött. Tehát légy óvatos. De én gondolom, hogy te ezt észreveszed, hiszen itt megjelenik a kasza, eltávolítod ezt a kapcsolatot. Ez a férfi ebbe az irányba tekint, itt lesz utazás, kapcsolatok, visszatér hozzád, itt lesznek változások, és ez a hegy, ami eddig blokkolta őt, ez elmúlik, hiszen a madarak jelzik, hogy itt meg lesz a könnyelműség, és a gólyák megváltoztatják a helyzetet. Az is lehet, hogy ő a munkahelyen szeretne valamit megváltoztatni, ő is vár egy szerződésre, és itt a nap jelenti, hogy úgy augusztus közepétől majd itt lesznek változások. Az ő háta mögött megjelenik itt a fa, ez utal a gyógyító erőre, vagy egészségügyi témákra. Itt van a fájdalom, és itt ez a torony, az lehet egy kórház is. Itt lezárul valami, kisüt a nap, megvan a gyógyító erő. Tehát, ha valaki beteg volt a családban, különösen, ami őt érint, akkor itt úgy augusztus közepétől megvan a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ez a férfi ezen a területen dolgozik, és itt mások megbántják őt, tehát nem érzi jól magát a munkahelyen, itt van a felhő, valami átláthatatlan, a hold jelentheti a titkokat, és minthogyha valaki eltitkolna előle valamit, és szeretne egy munkahelyi változást. Itt van a munkahely kártyája, és a gólyák jelentik a változásokat. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét augusztus hónapban itt látható. Ő, ez a férfi áll a középpontban, de nem beszél a terveiről.
Itt valami nyomasztja őt, ezek lehetnek egészségügyi témák. Ha ezen a területen dolgozik, mint például egy orvos, akkor problémái vannak a munkahelyen. Lesznek változások, új kapcsolatok, szerződések, és ez a hegy, ami blokkolja őt, ezek a kihívások, nehézségek, ez elmúlik, hiszen a gólyák megváltoztatják ezt a helyzetet, és előtte a hajó jelenti a reményt, vagy jelenthet utazásokat is. Itt ez a ház utalhat az otthonra, itt is lezárul valami, lesz egy új irány, valami változik a te otthonodban, vagy a családban, vagy az ő otthonában, az ő családjában. Az is lehet, hogy lesz egy ingatlan vásárlás a külföldön, és a gyűrű jelenti ezeket a szerződéseket. Második hét, augusztus hónapban itt látható. Ez a torony együtt a fával jelenthet kórházat. De a torony jelent hivatalos dolgokat, bírósági ügyet, itt az utak jelentenek egy új irányt, döntéseket, ami titokban volt, átláthatatlan volt, az elmúlik, hiszen kisüt a nap, kiderül a valóság. Lesznek munkahelyi változások, még hiányzik itt egy szerződés vagy egy hír, de a háttérben itt van a hamisság, tehát rá kell kérdezni bizonyos dolgokra. Harmadik hét, augusztus hónapban itt látható, ha te egy hölgy vagy, te vagy itt a középpontban, megvan vele a kapcsolat, előtted a szív jelenti a szerelmet, de mindazt, amit kedvelsz, légy magabiztos, itt sikerek lesznek, megvan az életerő, sőt, valaki támogat téged, itt lesz tanulás, továbbképzés, a gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy ártatlanságot, vagy egy új kezdetet, és itt a kereszt, az jelenti a spirituális vagy vallási dolgokat, de a döntéseket is, melyik irányba, hogyan tovább. A hátad mögött megjelenik ez a hamis nő, akkor is, ha nem látod, hogy mit csinál ez a nő, vagy hogyan beszél rólad, de te érezni fogod, hogy pletykálkodik, akkor húzódj vissza, légy óvatos. Utolsó hét, augusztus hónapban itt látható. Pénz jön a házhoz. Vannak szép kapcsolatok. Itt a csillag és a négy levelű lóhere szerencsét hoz. A csillagok és ez a könyv utalhat egy spirituális területre is. Itt valami kitisztul, rendeződnek a dolgok körülötted. Sőt, lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívás, egy ajándék. Itt van a nyilvánosság, ahol találkozol ezzel a férfivel, vagy azt is jelenti ez a nyilvánosság, hogy megkapod az elismerést. Ez a kígyó jelentheti a megújulásokat, de jelenthet egy hölgyet is, akkor légy óvatos, mert itt van a hamisság, a pletykák, inkább légy visszahúzódó, és ügyelj arra, hogy ki mit mond a hátad mögött. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!